Szobafestésben gazdag jó estét kívánok mindenkinek! Hello, Helló! Fehér festékkel mázolt husvét utáni szép gőzös ébredést, ja. kedves véperek! azt hittem azt fogod, is coming. Igen, azt hittem azt fogod mondani, hogy, hogy hóesésben gazdag április 19-ét kívánok, mert a felvétel napján itt baz meg, öklömnyi darabban szakadt a hó. Nagyon durva volt. Először eső, kövércsepp, havas eső, hó. Kész. Délelőtt tízkor küldött át a gyerek egy képet, hogy apa, nézd már, mekkora pejhekbe esik a hú Délután, nem is tudom, ilyen négy órától itt is folyamatosan, tehát most kinézek az ablakon, és szakad a hó. Úgyhogy ez egy kvázi ilyen full európai jelenség. Tehát a Kárpátoktól, a, nem, a Hargitától, a, nem tudom én, Pest alatt mi van? Charlie. Szigetszen Miklós. Oké, okay, odáig esik de azt is mondhatnánk, hogy, hogy ja, azt is. De azt nem mondjuk. E, meg kikészültem ma ettől, mert természetesen ugye jön a tavasz, az ember csinosítja a lakását. Áttérek rögtön, ami történt veled, Charlie részhez. Te, Charlie, mi történt veled? Nem tudtam mit csinálni magammal. Na, fessük ki az egyik szobát és tudod, az a szoba kiürít át a másikba, mindent lecsavaroz át a másikba, matracokat át a nappaliba, akkor ott uh, kerülgetem, tudod, mikor éjszaka belerúgsz a széklábába a kislábújjaddal, ah, zseniális. Tegnap csörgött a, a festő, hogy akkor ma ugye jó. Hát mondom, persze, hogy jó, mikor jössz? Azt mondja, hét. Mondom, várjál, várjál. Hát mondom, én akkor fordulok. Hát nyugodtan alhatsz tovább a másik szobába. Hát persze, az úgy megy, hogy nyugodtan alhatsz, nem? Hát mindegy, gyere. 6.59. A büdös kurva faszba. Hát ez ilyen három órás alvásom voltam túl, úgyhogy nem voltam túl vidám. Na mindegy, le van tudva a háló, nagyon patent. Ö, de valami, valami nem tudom, valami éjjihomokszín, homokszín, vagy faszom tudja, milyen fantázia neve van. Úgyhogy dolgozik a pára elszívó, Már kitermelt ott vagy 4-5 liter vizet, így délután a három óta. Az fekete? E. Igen, ezt neked mondom, Fifika. Tehát a pára az dolgozik, én nem dolgozok, és ö, közben ö, nem csak a... Úgy látszik, csak az én mekintosommal nincs semmi gond. A tied ö, user erroros, a Krisztiáné táphibás. Nem, úgy, nem ha... lett táphibás, kiderült a tuciság. Kiderü... Na, akkor ezt majd erre kíváncsi leszek, hogy mit, mit basztál ja. el. És hát ennyi volt körülbelül a, a, hé, a hetem többi részéről, pedig az adás egy-egy blokkjában mint egy bombont kiemelve a tányérról majd beszélgetünk. Krisztián, mondja te, nem, 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 mondja te, mert, mert nekem nagyon szarhusvétom volt. Ö, én nem tudtam mit kezdeni ezzel az egyben négy nappal, úgyhogy ilyen nagyon fura volt, és ráadásul a létező legrosszabbkor jött meló szempontjából, mert tökre kellett volna az az extra két nap, úgyhogy ilyen örültem is neki, nem is örültem neki, de olvasással töltöttem, rengeteg olvasással töltöttem a húsvétot, JavaScript framework leírását olvasgattam. Jaj, Krisztián, úgy megnyugodtam, azt hittem valami szép irodalom, de nem, jó van. Azt is olvastam, tudok többféle fajtájú dolgot is olvasni, de nem ez most nagyon hiányzott, hogy egy kicsit képbe kerüljek ezekkel a holmikkal, vagy hogy inkább az, hogy preferenciát alakítsak ki, hogy melyek azok, amik már egy bottal se piszkálnék meg, és melyik az, ami, ami meg jó pofának tűnik, úgyhogy ezzel bohóckodtam. És úgy voltál vele, hogy hát akkor olvassunk jélyest, bazd meg, illetve referenciát. De teljesen kellemesen elment vele a, a négy nap, úgyhogy... <síthat> Jó, 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 jó volt. Néha kell ilyen szakmai dolgokat olvasni. És, és, és ezen kívül igazából nem tudom, hogy mi, mi, más nagyon nem történt. Ja, de itt a hogy hívják volt, de hát az majd úgyis téma lesz, hogy bombonként bontogasd a, a felirat masszírozások és dibaggolások, meg, meg ilyesmik, úgyhogy ez egy rövid hét volt a négy napos kényszerszünettel. Mi történhetett? Hargitán? Hát én pénteken, ami ugye már Magyarországon munkaszüneti nap, vágtam neki a hazaútnak. Fú elég borzasztó forgalom volt azért, ugye itt munkanap volt még a péntek, és hazafelé menet. Uh, beszaladtam a, a volt társamhoz, akivel hát, majdnem egy laza huszast lehúztunk a, a Magyar Egészségügyi Informatikai részlegén, és uh, hát beszéltünk egy ilyen háromnegyed órát. Nagyjából mi van, hogy van, ugye ő még mindig uh, uh, ott uh, nyomta a gombot és reggel 8 órakor hívott az édesanyja, hogy az éjszaka agyvérzést kapott, és bevitt a mentő. Fél nyolckor pedig a teljes, a teljes bal oldalát ért egy újabb agyvérzés katasztrofális állapotban van, és az így rányomta, meg, megműtötték, végvártuk a műtétet, beszéltünk a, a műtétet végző idegsebésszel, de szóval semmi jót nem ígért, és hát ez így rányomta a, a húsvéti hangot. Tehát gondoltad egy ember, akivel volt olyan hónap, hogy többet voltunk együtt, mint a saját családunkkal, mert mit tudom én, Nyíregyházán, Budapesten, az orsz sopronban, nem tudom én, valahol hetekig ö, ö, dolgoztunk. De ilyen nappal együtt voltunk, tíz éve fiatalabb nálam, és így egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag ö, ez történik vele. Tehát ez így így rettentő ö, szar volt, még most is ilyen nehezen tudom földolgozni. Uh, hát ugye volt egy kis húsvétolás, de én már húsvét hétfőn indultam vissza uh, Csíkba, és uh, hát egy ilyen aránylag jó tempóval kétszer belefutottam a rendőrökbe, uh, de nem is a sebességet mérték, hanem tot szondáztatás volt. És azt tudni kell, hogy Romániában is, ha jól tudom, nulla tolerancia van, viszont ha bármennyit itt elveszik a, a jogsidat. Tehát itt nem viccelnek. És a, azt hiszem a második szondáztatásnál előttem egy magyar rendszámú autó állt, és a román rendőr ugye megfúvatta a szondát, úgyhogy elraktam a kis mi tudod, van egy ilyen csöcs, amit beledug a, a, szondába, azt elraktam emlékbe, és uh, az előttem lévőnek meg 0,35 volt a, az alkohol szintje, és akkor csak ennyit mondott a rendőr, kollega, uh, jogosítvány, kanyec, kész. Jó, Isten. Uh, úgyhogy megint standard 8 óra, ez a Szeged Csíkszereda de de ennyi szóval ennyi volt a, a a húsvétolás aztán jöttem vissza dolgozni és próbáljuk így ja és festés van tehát Azért mondom, itt mindenki fest végre. Elkezdődött, tehát az a Winter is Jó, Coming. Winter is coming hófehér ö, ö, festéssel Köszöntjük a húsvét utáni napokat. Ennyi. A Winter is coming jutott eszembe, hogy természetesen csak a gyávák cseréltek gumit 7 fok fölött, és beigazolódott <laughs> újra a számításom, én még téli gumival csapatom maximális biztonsággal. Azt én meg, is. Tehát én nem akarom elhinni, hogy kimentem a postára fölvenni a csomagomat, és bazd meg, egyszer csak tudod, hogy pittyen a, a kompjúter, és kírja, hogy három fok. Nem hiszem, elhazajöttem, és akkor kiírta, hogy három fok, de mivel esik az eső, fúj a szél, meg anyám kínja real feel, mínusz egy. Hát ez csodálatos, bazd meg. Április 19-e. Még egyszer mondom, április 19-e. Ez, ez biztos jót fog tenni egyébként a, a, mit tudom is én, a virágoknak, meg virágzásnak, meg termésnek, meg anyám kínjának, hogy már rügyeztek a fák, aztán hopp hirtelen lehullik a hó, meg hideg. Trisztiát hát ez igen. annyira nem érdekli, mondjuk szerintem. De engem érdekel a természet. Ja. Én sokkal inkább izgulok azon, hogy Pintér viszont, hogy Pintér Sándornak valószínűleg már remeg a úgy az SMS küldő gomb fölött. Mikor de... tudom végre újra kiküldeni? Biztos vannak ilyen standard SMS-ek. Nyugodjon meg, ez még nem az, amikor meg kell mentenünk. De felkészültünk. Is. Kétszer. Á á át ne szálljon. Vagy szálljon át. Még ne szálljon át. Majd szólunk. A nagy testvér figyel. Nem kell idegeskedni, ha nagyon hideg van, belehajítunk a napba. Kész. Na, veressük a témát? Veressük. veressük. Csappassuk. És nyugodtan le is kaphatok a tíz körmömről, elnézést kérek, hogy így késtem ma. És miattam csúszni kényszerültetek, és még szegény hitvesed is hiába üldögél és vár, mert én tróger voltam. De mire fel mered te a szádon kiejteni múlt időben ezt. Tehát ezt te hétről hétre bebizonyított, Krisztián. Nem, Nem, semmi igaz, gond nincs ebből. Voltam. Hát, na, kivétel erősíti a szabályt. Na mindegy, ezen túllépünk, viszont hát az adás így sajnos... Uh, és Lackó Attilával majd te fogsz elszámolni. Te fogsz igen, el... igen, igen. Egy, te fogsz mentegetőzni. Kettő, én azt szeretném kérni tőletek, hogy... Uh, Nézd már, halljátok, hogy sípol a tüdőm. Ez az volt? Igen. Az meg, én azt mi hittem, az, az, az... ajtónyikorog is Én mindig. is. Fifika, olajozd meg a zsanért a tüdőd. A nekem, nekem reggelente szokott ilyen lenni a szemem. Van úgy, hogy, hogy így, így megdörzsölitek, nyomkodjátok egy picit, és valami annyi, annyi és víz. Röcsög. Igen, ny 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 nyekereg a szemem. Bazd, de úgy, úgy, hogy a Nóri az mit tudom is jönni, öt méterrel arrébb van. Úristen, mi történt? mi? a szemem dörzsöl, és te egy nyomom, és így... Í, 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 ilyen hangja Félelmetes. Te egy replikáns vagy, Charlie, egyértelműen. <laughs> igen, igen. Gyík ember. Ö, szóval én azt szeretném kérni tőletek, ez most jutott az eszembe, mert a héten gondolkoztam, hogy, hogy nem szeretném, hogy azt higgyék, hogy csak az enyém a podcast. Ö, szeretném, hogyha nem az mindenki ö, fixen ott ülne a számítógép előtt és lesné a kommenteket, de egy picit aktívabb lenne az egész csapat a, 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 a csoportban, mert kicsit el vagyok már ott anyátlanodva, hogy... Nem szoktam a... lájkolni. A... Ez kurva jó. Ez a lusta ember kommentje a lájkolásban, az meg így... Benyom egyet, és így el van intézve a napja. Tehát, Még hogy... posztoltam a JTR csoportba is, úgyhogy... Ne beszélj már, komolyan Esküszöm, igen, ott kommenteltem e, Jó, az, az lesz Három betűt, de ja, Több a mint a semmi. Jaj, hát azt írjuk föl, azt fölírom a sónot ezbe Csak annyit, hogy Halhatatlanság Ez az Ez, ez így sokkal stílebb Oké okay. Szóval Jó lenne egy kicsit, hogyha Ott is találkoznánk néha Krisztiánnal a cseten más miatt összefutottunk igen sokat, és akkor itt majd mesélek még így a mi történt veledről eszembe jut, hogy beszélgettem Giorgioval, mert ugye... Az, ki. Hát az ki? Az ki, az ki, az ki, az ki. A tudod, aki csinálta a, a modom. É, ja, igen. Mert hogy jönnek Magyarországra most hétvégén, beszélgettünk, hogy mit lenne érdemes, mit nem, és hát természetesen Bazd meg minden turistának a becsípődése, Krisztián micsoda? A fürdő. Portobádi kilenc lyukú. Nem, a fürdő. A fürdő. Melyik fürdő? Elkezdtem neki sorolni, mondom, hogy gellért, rudas, szétsényi, Izéhozé, de egy kicsit már életképesebb szerintem a brigád. Sőt, ha jó idő lenne, még rápattannának szerintem erre a sörbicajra is, mert négy haver jön, egyikük a Giorgio is, és valami ilyen buli, tehát nem tudom, a szecskában szoktak rendezni ilyen mindenféle bulikat, ilyen zenés ö, vizes dolgokat is, és hogy oda mennek, hogy akkor menjünk. Mondom, de Giorgio, az én testem azért a tökéletestől távol áll. Annyit ír vissza, hogy nyugodj meg, én is dagadt vagyok, azt leszarom. Úgyhogy úgy, hogy hétvégén apósomnak 60. születésnap, ö, ő nem hallgatja podcastet, tehát nyugodtan mondom, hogy meglepetés Ö, ebéddel készülünk valami vendéglátóipari üzemegységben, ami nem a sarki kifőzde, és akkor... McDonald's, fél... Ronald mcdonald -dal. Igen, és az ölébe fogom ültetni, és majd csinálok közös képet vele. Ö, aztán Szaladjatok meg... ide kicsikba, csinálok egy jó kis paraszt csorbát. Ez a mániája, az. Tehát már, a, már a, már a... Mondd már, mára, hogy hol, mára, voltál, mára. hol voltál, Amíg, az... figyelj, szívem, amíg nem ettél, addig ne kritizálj. Én nem kritizálok, csak én nem eszem ilyeneket. Ebben biztos lehet. Ha azt mondod, hogy... Dehogy nem. És aztán eszel egy jó kis parasztrántott sajtot. Na, arra még úgy azt mondom, hogy szódával elmegy. Vagy málna szörpe, de abban egész biztos lehet, hogy én csorba... Mi van a csorbába? Zöldség. Meg? Nincs más benne. Jó, hát, akkor hát, talán megnyomom. Figyelj, egy nagyon pici marhahús. hús. Rohadjál De. meg, persze, meg még marha bazd meg, vagy gyomor, vagy mi a kurva anyja az a pacal bazd meg. a Várja, az a pacal csorba. Na, ne keverd. Ne, ne, ne is fokoz, ne fokozd bazd meg, mert itt hányom el magam. Oh, miért? Hát a hamburgerben meg, meg, megeszed meg meg. A, a marha úgy meg, úgy meg, de a ja. na mindegy, okay. ezt ne folytassuk, mert vannak ilyen én dolgok. megértem maradéktalanul Charlie, igen, igen, tehát na, mindegy na, úgyhogy ez lesz, ez lesz a hétvégén egy kis ilyen multikulti fürdőzgetés, strandolgatás bár mondtam neki, de utána esett csak le, hogy én azt mondtam neki, hogy Hát azért a, a Gellértnél ugye ott voltunk Ironékkal, hogy olcsóbb a szecska, de aztán megnéztem a weboldalukat, az meg nem olcsóbb. 5000 forint egy, vagy 4008 tól megy 5006-ig a jegy. Tiszta rosszul lettem. Úgyhogy ö, aztán le is esett, hogy hát ez egy mi ez Budapest hévizei ZRT, vagy mi a tököm a nevük hivatalosan? Úgyhogy mondtam neki, végig is tök mindegy, hogy hova mész be, az meg mennyi, aztán akkor oda megyünk, csak ez valamiért tényleg a külföldieknek ez becsípődés, ez a, ez a, ez a ezeknél nincsen izé ö, gyógyvíz, vagy nem tudom. Mondjuk lehet, Nincs hogy olyan, mint... víz. Igen, ez olyan, mint nál, náluk a tenger, az meg, hogy mikor én azt mondom, meg, hogy megyek a tengerhez, ő, meg, miért megy ez a tengerhez, de uncsi. Ja, úgyhogy ők, nekik meg gondolom, ez a, ez a, a hévíz dolog az, ami, ami menő, csak nehogy rövid zárlatos legyen a készülék azt majd kint lerakjuk. Ö, és akkor én egy picit még az első témát mellőzném. Milyen vannak témáink? Hát, na, ezek szerint a show notes sincs megnyitva neki. Jó, akkor úgy, akkor úgy csináljuk, hogy késés 100 forint, show notes nem megnyitás, <laughs> még 100 forint, pillanatok alatt összejön az, nem is, itt már nem pizzáról beszélünk, Fifika egy nagy fröccs is kijön belőle. Azaz, az, itt már utazással együtt meg lesz Románia oda-vissza. Lassan. Reméljük. Charlie a halhatatlanságot egyenlel írják. De nem halhatsz. nem tök mindegy neked hány ellen írom, baszki. Írhatod hárommal is. Na, tehát, és ez a spoiler ezzel baszod. Tehát, egy kis vidám témával nyitnék, mert hogyha mi azt hiszünk, hogy nekünk olyan kurva szar, akkor ö, semmiféleképpen ne menjünk el a, az amerikai tengerészgyalogosokhoz, mert a hajón, a repülő, tehát ezeken a, tudod, amik ilyen nagy C-130-asok szállítják, deportálják őket a hadszintérre, és a tenger alatt járón sem lehet már vépelni. Skandallum! Botrány. De és utána gondolkoztam, hogy bazd meg, eddig lehetett. Kemény. Eddig, Mondjuk eddig lehetett. Eddig végül eddig is, lehetett. mostanában néztem valami tenger alatt járós volt a Denzel Washingtonnal, meg a. Hú, bazd meg, de hirtelen akartam mondani, nem tudom kivel, és és ott még akkor a szivarlógot ki a szájából, mint egy csecsemő alkarja. Úgyhogy. Én nem is értem, hogy annyira ez nem veszélyes üzem, mint egy atomreaktora a gépházban, vagy egy, egy Trident rakéta, de hát ők tudják, bassza meg. Hát de, Charlie, a. a, a tehát most nézd tényszerűen. Tehát én már tudom, hogy mi a Krisztiánnal azért fogunk harcolni, hogy a magyar tenger alatt járókon is tiltsák be. Ebbe én is beleegyezem. Ugye? Igen. Ugye, igen, az engedélye, Tehát engedélyezzék nekünk a munkahelyen, de a tengerlatjárókot kérjük, hogy tiltsák be. És a, repülő, a magyar repülőgép anyahajókon se lehessen. Még a fedélzeten se. Elképzeltem, hogyha lenne egy olyan repülőgép hordozó, mint ami a, a shieldnek volt, Krisztián. Tudod, ez a négy hatalmas rotorral, és így, 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 így kiemelkedne igen, igen. És hogy olyanunk lenne, és aztán a helikerrier, a, a, hogy is hívják, a Orbán Altenger ellen Altenger nagy állna a hídon, és mondaná, hogy kocsis, hajts! Hát ilyenről szó sincsen, de <coughs> csórikáim, hú, az milyen kemény lenne, hogy hat hónapig mész, azt nem vépelhetsz, mert tenger az dolgozott, tehát nem is az van, hogy leszáll a repülőgép, az jó van, hanem masszívan egy fél éves víz alatti küldetés. Hát, ott, ott tényleg pillanatok alatt le lehet szokni mindenről. De az akkumulátor ült eszembe, mert ezen gondolkoztam, hogy most vajon az akkumulátor-e az, a, ami itt a sarkallatos pont, vagy sem. És ö, a Blackivel talán a JTR csoportban, a Blacky felfedezése a videó, egy ö, hogyan készül az aksi, tudjátok, ez a szokásos ö, videó. És ez nem is, nem is valami mostani friss darab, de nagyon érdekes volt, ahogy ugye onnan indultak, hogy és hát az is meg lett említve, hogy miért veszélyes, és itt nem azzal játszottak, hogy rövid zárakat tekertek, hanem megmutatták, hogy mit tudom is én, az akkumulátornak a, az összetevője, mint lítium, és mondjuk reagensként, ilyen egyszerű dolgot kell képzelni, hogy víz mit tud csinálni. Azt néztétek azt a videót? Nem. Haszna, nagyon durva. Tehát egy ilyen lítium lemezkét, egy ilyen, mint az alufólia olyat képzeljetek el. Volt ez a nagy. Te tudod, Fifi, biztos mi ez az a pirex üveg, de tudod, amiben ilyen, mit tudom igen, is, két igen, liternyi. Igen, igen. Benne volt a víz, és így belejtette. És mikor a, a, a lítium a víztől robbanásszerűen kigyullad, de úgy, hogy szétdobja a pirexet is. Oké, okay, játsszuk újra egy kisebb köpőcsésze, az már egy egész vastag falu volt, mint ezek a mérőhengerek, vagy edények, mint a kis húlyam, olyan vastag, azt is szétbaszta a picsába. Szóval, a szóval, és utána mutatta, hogy ö, tök volt, tök volt, ugye, hogy hogy, hogy hogy van összeállítva, mondjuk pont egy 18 650 es volt, és aztán ezt az egészet, ugye, fölhengergetik a megfelelő ö, szigetelő réteggel, és aztán mint egy tubus fogpasztát alulról, fölülről megtöltik, aztán lezárják, és, és hogy ez mennyire, mennyire sérülékeny, és mennyire szar ez így, ahogy van. Ott po pont arra is kitértek, hogy mondjuk mikor leejted a földre az aksidat, és, és ugye hogy az, az hogy sérül, és miért van az, hogy hogy akkor tönkre megy az aksid, mondjuk, mert a, azok a nagyon vékony kis ö, 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 rétegek ott ö, úgy sérülnek, hogy egymással érintkeznek, mert mondjuk a szigetelő réteg is megsérülés, és, és ö, csodálatos, gyönyörű nagy tűzi játékokat lehet barkácsolni ilyenből, és itt egy csodálatos idézőjelben volt mondva, nem tudom, miért mutattam közben, hiszen senki nem látja. Nem hogy... baj, Csádi, szoktam én is mutogatni. Nem? Ja, ja, én mindig a sziasztoknál integetek nektek a monitor felé. Szóval ezen gondolkoztam, mikor ezt a, ezt a, a tenger járós cikket olvastam, hogy már ez sem lehet. Talán, talán, de én nem tudom, hogy a... Na, nem tudok napirendre térni, hogy egy ilyen... Értem én, hogy veszélyes üzem, de hát... És akkor senki nem Szerintem, dohányzik egy tenger hogy... alatt járón, vagy mi? Vagy hogy van? Hát ez? nem, hát ott ugye ott forgatják, a véges mennyiségű levegőjük van, amíg föl nem mennek. De hogyha az összes ilyen veszélyes dolgot betiltják, akkor tiltsák be a torpedókat is a tenger alatt járón, mert az még nagyobbat tud robbanni. És fing fingan is lehessen, mert az, az fokozottan veszélyes. Azért itt egy picit picit kiavítanálak, mert egészen uh, hihetetlen, hogy uh, nem véges a levegőjük hiszen uh, ugyanúgy a tengerből nyerik uh, egyrészt az a ivóvizet, uh, illetve olyan légcserélő rendszerük van, ami egyrészt uh, magából... Uh, hidrolízis talán, amikor bontják ott a sós vizet. Igen, igen, Tehát igen. Abból igen. is tudnak ö, oxigént. Már nem fölmennek levegőzni, mint a Ugye, Azt tudod, mikor volt Krisztián? Még mikor a dízel, Igen, mikor dízel tengeralattjárók voltak, az atom tengeralattjáról lemegy a picsába, és fél évig jól ja. se jön. Tiltsák be az atomot is a tengeralattjáról, ha már itt tartunk. Tehát ők úgy mennek el a, a, az északi jégsapka alá, hogy fölöttük van több száz méter jég, aztán ott nincs nincsen följövés. Hogy nem most... tartják vissza a levegőt addig? Ö, nem, nem. Vagy úgy csinálják, hogy mikor valakinek fingani kell, akkor oda teszi a másik a száját, és egy ilyen totális körforgás, amit nem szeretnék soha megtapasztalni. Szóval ö, tisztára, mint, a, mint az űrhajósoknál egyébként, tehát mondjuk nem az, hogy a csőbe pisálnak, de borzasztó, hogy, hogy milyen technikai színvonalat képvisel ez az egész levegő tisztítás, víztisztítás, meg víz kinyerés a sós vízből. Úgyhogy jó pofa. Aztán látod, nem tudnak megugrani egy ilyet bazmeg, meg, hogy egy, egy véper rúmot csináljanak ott nekik. Hm. Hát pedig, ha valahol egy tenger rengeteg hely van áll rendelkezésre, ahol ezt megoldhatnák lehet, hogy nem is az a baj Krisztián, hanem valami szar PVM-es cuccot fölvit valaki, és tudod, ahogy kobrázotta a, a PVM a 33 hz a, a, másik tenger járóban az oroszok így ültek, és nézték a izét, nézték a hanglokátort, és főnök, főnök, valamit hallok! Nem tudom, ez milyen tenger járó, nem tudom, de 33 hercen szaggat. Szerintem ennek egy Z-maxa van. nem tudom. Nehogy leegy csak kanalat! És ne vépej! Ja. Úgyhogy, ja, ez volt az egyik kis színes így az elejére, hogy meghozzuk a, hangunkat, meg a hangulatunkat, aztán, aztán jöhetünk akármelyik mással is, amelyiket szeretnéd. Ha már amerikai és tenger alatt járó, akkor én lecsapok a számmal nem ellátott holmira. Ugye lejárta a mandátuma Mitch Zellernek, vagy Cellernek, vagy ki hogyan szereti ejteni, az amerikai élelmiszer és gyógyszer felügyeleti hivatal az FDA élén, és Zellerről azt lehetett tudni, hogy egy masszív e-cigaretta gyűlölő gyökér volt, mint egy de, zöldség. Szóval igen. Zeller szár. Az, mi, mi más? <hállt> 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 és nagy érdeklődés övezte, hogy kit jelölnek majd helyette, és Gottlieb urat, akinek a keresztneve most nincs előttem, jelölték helyette, aki elvileg eh, egy sokkal üdébb ártalomcsökkentés pozitív álláspontot fog képviselni az FDA élén, úgyhogy nagyon reménykedve nézi mindenki, hogy hát ha azt a borzalmasan rossz amerikai szabályzást lesöpri az asztalról, és akkor újra tervezik az egészet. Már csak azért is, mert hogy az úriember igazgatója volt egy ecg cégnek eleddig. Húha, húha. húha, Ebből lesznek úgy, még ott gondok eladta a részvényeit, meg a mandátumon lejárt, tehát követő egy évig nem térhet vissza a céghez, meg ilyenek, úgy, hogy vannak ilyen mindenféle csavarok benne, de hogy alapvetően nem egy, nem egy kőhústoba WHO szót csövet tettek a, a, az FDA élére ezúttal. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy miféle fejlemények sülnek ki ebből. Krisztián, a te saját tapasztalataidhoz nyújjál vissza, egy Emlékszel, mikor, mikor beadtál közérdekű adatigénylést, és jött egy közérdekű adatigénylésre igénylés, hogy kedves Krisztián, mondja meg, hogy az utóbbi öt évben volt-e önnek bármi köze a dohányipari lobbyhoz? Meg ön forgalmazott e elektromos cigarettát? Vagy volt ilyen érdekeltsége vállalkozásban? Fenébe vissza kellett volna kérdeznem, hogy az elmúlt öt évben volt-e önöknek bármi köze ahhoz, hogy az elmúlt öt évben nekem volt-e bármi köze. Vagy hogy az elmúlt öt évben önnek volt bármi köze a egészségügyhöz? Ja nem, ó, én kérek elnézést akkor. De most már mondhatnád azt is, hogy nem, de ezt most lelövöm. Mondhatod azt is, hogy önnek volt bármi köze? Visszakérdeze, hogy úgy látom, hogy önnek viszont semmi köze nem volt a filmvetítéshez, és nem vette meg online, hiszen láthatta, ott van a stáblistán a nevem. Tehát én már halhatatlan vagyok. És ön ennyi, vagy ahogy mondják mostanában, ennyike, mert nem láttuk Krisztián, de elmondhatjuk, hogy az online, az online megvásárolható filmen baszki, ott virít a nevünk. Ha! Beszarás. Mert az online megtekinthető, kölcsönözhető és megvásárolható verziót egy kicsit ránc volt a és tőle elképesztően kedves módon, nem csak minket igazából, a persze, az egész persze. galerit, aki itt a helyi szervezéseket, meg a közösségi médiát, meg ilyesmit intézgette, de hát észre se vettük, tehát hisztérikus vakságban szembenünk, csak a saját nevünket látjuk a stáblistán. Ott vagy, ott nézd! Ne, nem is mi láttuk Úgyhogy egyébként, én... hanem valaki valamelyik csoportba Igen. berakta, hogy... Dicsak. De hát onnan utána láttuk mi, hogy igen. Engem. Egyébként, amit beszéltünk, a fejfülhallgatós mikrofon fifikának tökéletes lesz. Nálad az utolsó egy percben volt kettő olyan, amikor elhajoltál a mikrofontól, és az amplitúdódban ott lesz a jel. És én megint szopni fogok. Zárója bezárva. De, ha már a halhatatlanságról beszélünk, akkor egy elegáns fordulattal, hogy ugye említettük, hogy, hogy felirattal, meg film, meg ilyenek, akkor bizony megvan az a jó hír, amit eddig ugye mondtunk, hogy ki fog jönni online. Kijött online. De nincs felirat, de van felirat, mert most már van felirat. Ö... porszem, meg még vannak a gépezetben, de meg lesznek fixálva. Az a lényeg, hogy van, ott van, hogy magyar. A annyit mondok mindenkinek, mert az nekem is utólag esett le, mikor L.A. megjegyezte, viccesen persze, tehát nem komolyan gondolta, hogy, hogy, ugye 10 dollár van kiírva a weboldalra, de hát természetesen ez ilyen amerikai nettó baromság, mert az még 10 plusz áfa, tehát 12,69 lett a vége a dolognak, de 12,69 század dollárért az embernek ott lehet a virtuális videótékájában bármikor, bárhányszor megnézve ez a remek dokumentumfilm immáron magyar felirattal is. Hát de PZ van. Az is igaz, látod? A kenyér is. <laughs> Ö, órákat tudnék erről beszélni, hogy... PZ van, egy, kettő, szabad ne felejtsd. Mit profitáltok ti ebből a feliratból? Tehát, hogy hogy... Miért ilyen is volt? Ezt most komolyan kérdezem. Már má, má, má megint, hát ne haragudjál már tényleg, hány bőrt akartok lehúzni erről a, ja. a filmről? Ke -e még egy laptop, vagy mi van? I igen, ja, hát ebből aztán... E, mi van? Várjál, akkor én erre ráfűzök, mert ugye ironnal beszélgettünk privátban is, nem csak a csoportban, ugye a felirat miatt. É, hát ez zseniális volt, Krisztián, azt nem tudom, hogy írtam-e neked, mert rákérdeztem valamikor a héten, hogy éron, 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 felirat. Hát jó, fölrakja ő, csak küldjük. Na, éron, 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 elküldtük, nem küldtük el. Jó. De hát... Éron, figyelj, az van, hogy te arra a levére még válaszoltál is, mondom, április 11, ö, 10 óra, faszom tudja hány perc. Tényleg. Na jó, hát akkor megcsinálja. Bazd meg, totál. Most költöztek seattle -be, biztos még szét vannak csúszva. <laughs> Ugye ezt nem gondolod komolyan. Természetesen nem mondjad. Természetesen nem. Hogy gondolnám? Jó, nehogy valaki elhiggye. Mit, hogy seattle -be költöztek, vagy hogy szét vannak csúszva? Hát, hogy seattle költöztek. Hát, szét vannak csúszva, az bazd meg ilyen kik, tehát tényleg... seattle költöztek. Krisztián, megnézed, hogy mikor készült az apost? Nem. Akkor elmondhatom neked? Kérlek. Április 1 oh. De ha a dátumról nem esett le neked, akkor arról, hogy elköltözünk a napfényes Seattlebe, az se segített? Azt hittem, hogy azt ilyen ironikusan mondja. Nem. Sőt, az egészet mondta irónikusan. Nem, viszted, a komment alatt ott volt, írt még a, a saját huga is, hogy, mert ugye azt írta, hogy eddig csak a közeli barátokkal osztottuk meg, de most a nyilvánosság előtt is mondjuk, hogy Szietőbe költözünk, és akkor oda bekommentelt a húga, hogy ezek szerint nem tartozom a közeli barátok közé. Meg visszaírta. Hát, most így jártál. Hát, akkor én vagyok április bolondja, május szamara, ennyi. Föl, föl nem tűnnek nekem, abszolút nem. Végül, hogy nem kérdeztél rá, hogy aztán milyen az idő a Szietőbe? Berendezkedtetek már ér? Jaj, Na mindegy, nem, hát nem, nem ez volt. Uh, amit mond Fifika, azt engedjük el, engedjük el. Tehát... De még tudom folytatni, hogyha nem akarom elengedni, hogy mikor beszélgettünk, ez a privát beszélgetés egy másik pontján, valamiért ezt nagyon magára vette a következő pontot, amit írtunk, és mondtam, hogy egy, nem basztad el, kettő. Ne emé mert tényleg így láttam, hogy emészti magát ezzel. Ne foglalkozz, mondom ezekkel. Fölösleges ezen idegeskedni. Ez a sajátja ennek a rohadt digitális kornak, hogy ez már nem olyan, hogy bemegyünk egy kis kézikamerával, és a moziba fölvesszük. Minden sokkal gyorsabban történik. És, és nem is kértem, nem is kérdeztem, de erről a VHX-es cucról belinkelt nekem, itt így lefényképezte ez a manuál screenshottal a számítógépén a kijelzőt, mert ugye azt is tudjuk, azt is kérdezték sokan, azt nem tudom, hogy ti olvastátok-e vagy sem, hogy, hogy, mikor jön már a magyar iTunes-ba, mikor jön már a akármelyik európai iTunes-ba, és azt nem tudtam, én azt hittem, hogy bekerül a rendszerbe, és akkor egyszer csak ott van. És hogy, hogy annyi csak a költség, hogy, hogy a, Tudjátok, utána leveszi a sápot az Apple, mondjuk a 30 mm -hmm. vagy 40 százalékot, de nem így van a filmeknél, fiúk. Tehát a filmeknél mm -hmm. minden egyes zóna, minden egyes országnak a sztória, az egy ilyen nagyon kellemes 5000 dolláros költség. Ha? Ha? És, és akkor mondta azt, hogy hát, lehet, hogy ezt, ezt nem fogják tudni ők így küszködni kierültetni magukból. És de, de meg is értem, tehát az meg, hát 5000, 5, hát az most másfél millió forint környékén járna az egy országra mondjuk, és csak egy Európát nézzünk, pillanatok alatt el lehetne itt a, a, a lakására tapsolni. Na és ilyen csinálják. Mert? Hát mert itt a tuti recept feliratot kell gyártani a Billion Lives alá, és meggazdagszanak belőle. Nem jó, Krisztián, hát ö, azzal is baszhatod, mert ö, még a szimbiózis nem vetted át teljesen, tehát hiában van fönt az amerikai App Store-ban, én a saját magyar kontómmal nem látom, mert azt írja ki, hogy a te van nincs meg. Be kéne regisztrálnom, van egy amerikai kontóm így is. Ha azzal belépnék, akkor az ottani sztorból le tudom tölteni, de... A, olyan, mint van két pénztárcát, az egyikben euró van, a másikban meg forint. Ez és totálisan viccnek szánt, el... Charlie. Ja, De jó, csak mondom a... mondom a többieknek akkor. Tehát így, így, így hiába mész el 5000 euróval a zsebedben, a sarki fűszeresnél nem tudsz belőle venni 40 forintért zsejmet, mert ő csak forintot fogad el. Na és erre lefényképezte, hogy micsoda bődületes összegeket kereső ezzel a VHX-es, VHX vagy vlx nem is tudom, ez az online tévés móka, és abból a pénzből, nem mondom ki, hogy mennyi volt, de még egy országnak sem jön neki az iTunes-os piacra dobása, és tegyük hozzá, hogy az iTunes, meg a, a, ez a on demand, vagy nem tudom én milyen vetítés, azért Amerikában van felvevő piac, tehát onnan sem jött be neki annyi, hogy, hogy kijönne belőle neki a, az új 600 négyzetméteres haszienda. Itt, itt mindenki ilyen képzavarban van, hogy itt a, a, a csak a pénz miatt, meg a meggazdagodás miatt, de oh, az meg, hát ez rég nem arról szól, tehát. Hiába, tehát ami kicsiben nálunk megy, hogy mit csináltatok a premiéres pénzzel, meg a tököm tudja, mivel az ott nagyban meg a, a, azon megy, gondolom, és azért volt elkenődve, mert neki is jött a feedback, hogy te meg csak azért rakod föl, meg pénzért rakod föl, mert hogy rohadt pénzéhes köcsögök vagytok. De hát, na, ez nem úgy van. Vannak fura emberek. Akik tényleg elvárják, hogy a kenyér is ingyen legyen. Vagy hogy te is mennyibe ingyen dolgozni, Krisztián. Vagy ő is ingyen dolgozik, akkor lehet. Mert ráírta, hogy én is szoktam, hogy fotós vagyok, és néha ingyen fotózok. Hát, a néha ingyen más liga ehhez képest szerintem. De javítsatok, hogyha rosszul látom. Nem, 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 szerintem is abszolút jól Tehát... Az embereket néha a kérdéseik is minősítik. Én minden esetre annak örülök. Nem, mond, neki is elmondtam, a, a csoportba is írtuk, nek, mi is ezt beszéljük, hogy nem, nem kell, nem szabad ezekkel a. Egyébként, amit, amit csinálnak a, a, ezek a magyar celebek, vagy nem tudom is, meg egyébként a celebek, tehát ők se olvassák fest napi 24 órában a róluk írt ilyen-olyan elbaszott kritikákat, meg véleményeket. Nem, nem lehet, hát elveszi a, az energiádat, az a sok energiavámpír, bele kell gondolni, hogy aki ezt így bebüfögi, hogy mő a kurva van ez, azután a 10 perc múlva szaros alsógatjába vedeli mondjuk alkalomattán a sört a fotelból, azt nézi a Bayern Juve meccset, ő meg azon idegeskedik órákat. Nem szabad, nem kell elolvasni, ignorálni kell aztán. Jó van, akit meg érint, vagy érdekel, az, az, úgy az úgy is tudja, hogy mi van, tehát az nem érdekli, hogy mit írnak a hülyék. Szerintem. nem jó, jó, jogos. Még pont így volt, és akkor rávezetek a másik témájára, ugye, amit az előbb itt egy picit talán érintettem is, hogy ugye az e most a nagy dilemmája, vagy a nagy szívfájdalma ugye a torrent volt. Meg a YouTube. Tehát tényleg, én azt el nem tudtam képzelni, hogy hogy lehet fönn a YouTube. A YouTube-on ez két napig. Úgy, hogy, hogy tak-tak-tak-tak mindenki nyomta a jelentést. Annyira ne rakjuk ki a, a, a publicba, hogy azért ne nagyon nézegessék az emberek, és aztán megjelenik torrenten. Hát ez valami csodálatos. Utána én én kicsit aktivizáltam magam, és tán, egyébként pont tegnap is volt egy ilyen, hogy ment a JTR blackistünk, vagyis JTR-eztünk blackivel, nem blackistem a JTR-re, bocsánat, és adás közben beírta valaki, hogy fönn van valamelyik torrent oldalon. Na, azt akkor belendültünk, a, valaki megtalálta közben még a Youtube-on is, ott mindenki elkezdte minuszolni, meg riportolni, mi meg a, vagy én meg a, 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 torrentet intéztem, úgyhogy három nap alatt most négy oldalról szedettem le sikeresen a torrentet, ilyen hivatalosnak tűnő Billion Lives-os e-mail címmel. A, a jó, on... hogy megvan még a domény. Az, az zsír, hallod? Nem szedtem ki. A... A torrent rendőrség. Igen, igen, igen. És uh, a, a másik zseniális, ez a, az úgy került föl M plusz egy egyszer a YouTube-ra, hogy az az idióta valami fasz, az. Uh, hogy is volt? Egy portugál gyerek, akinek egyébként a haverja benne van a média grubban, és még mondta is, hogy hát én ezt ismerem, aki föltette. És, és nem úgy tette föl, hogy, mit John Doe, hanem, mit tudom is, én, milyen webshop fölteszi ilyen névvel. Hát mondom, bazd meg, tehát ne, nem elég, hogy fölteszi, de még hülye is. Jó, a, amúgy is. Hát uh, ez a és, tipikus. És még boltos is. Tipikus fotelforradalmárja. Igen, mert ő azt mondta, hogy így, így majd így majd meg fogja váltani egyébként a portugál világot. Uh, aztán még Éron is bekommentelt szerintem neki ott a, a YouTube-os videó alá, és ma már ment a mea kulpázás, hogy ő a tulaj, de nem tudta, az alkalmazottak voltak, és izéhozé, de már törölték, meg jó, az meg ez, ez, olyan, mintha mit tudom tömisé... belehajtasz a tömegbe, de elütsz húsz embert a kocsiddal, hát nem tudtál róla végül is, hogy nyomod a gáz, de úgy elütötté, de hát sajnálom, de mindegy, most már, most már megállítottam a kocsit, na hát ez, ez Agyrém, agy agyrém, agyrém. Egyébként nagyon sajnáltam a, nem tudom, hogy kell mondani elvét, a Didiót, hogy hát az neki mennyire éghetett a pofája most. Ja. Fú, ipari. Nem is tudom, mi mit csinálnánk. De milyen kis szolid volt, hogy így, én nem kommenteltek, én ismerem. Mondja, hogy ilyen nyugodt a gyerek, nem az, hogy fölkelt egy péklapát talált meglátogatni a verját. E, az le! Pff. Valamit oda e, írt neki, ami nem volt túl szép, csak azt a saját ékes nyelvén írta, azt csak ilyen fordítóba tudtam bedobni portugáról. voltak ott az éppen cipra dolgok. Aztán elkezdtek a magyarok is rákommentelni egyébként a magyar srácok, mert itt tök jó volt látni, hogy adás közben mondtuk, és na mond, akkor gyerekek, most rédejük le a picsába. És így frissítetted az oldat, és láttad, hogy 15-30-41-40-40. Ó, nagyon jó, és akkor most nyomjátok a jelentésre, azt nyomjátok, hogy, és még elkezdtek kommentelni is, és, és jött oda, hogy hát ez az ember, ember, ez vagy direkt ilyen köcsög, vagy egyszerűen csak fogyatékos, nem kell foglalkozni, de finoman megmondták neki. Hát, na ezt mondtam, hogy tényleg, amióta nem ilyen analóg szalagokat cipelgetnek a mozik között, ez gyakorlatilag, aki egy picit is ért a számítástechnikához, pont a filmnyi idő, leszedi a, a, a filmet onnan, ahonnan. És utána, utána meg megy ki a, a torrent szájtokra. Egyébként botrány, amilyen, amilyen ö, ö, válaszokat kaptam én vissza a magyar trekkerekről, most direkt nem mondok ö, nagy neveket. A, a két legnagyobbnak írtam, a a piros az nem is válaszolt, egy büdös vakhangot se, a másik ö, visszaírt, először a privát üzenetemre, tudod, Kriszti, amikor ugyan nagyon szépen megkomponálod, nem sértő, nem, tehát, hogy ne váltsák ki ellenérzéseket. Na, ugye az legyen, hogy csak azért se a kurványát. Ja. És akkor így tudod, három bekezdés, ő meg így visszaír annyit, hogy már máshol is fenn van. Én értem, oh. meg, de nem ez volt a kérdés. Hol? külföldi oldalon. De, de, érted, ilyen válaszokat. De mondom, kifejtenéd esetleg alanyállítmánytárgy határozó jelzővel, vagy, vagy ennyire szuper titkos, nem tök mindegy neked? Azt akkor végül is utána írtam levelet a webmaster, vagy mit tudom is én milyen e-mail címre, is, és, és törölték a... Mert először azt akartam kérni, hogy tiltó listára vegyék föl, hogy föl se tudják tölteni. Aztán utána nem tudták ugye törölni, a, vagy jelenteni a srácok, mert hogy kérdőjeles volt még a torrent, és akkor nem lehet jelenteni. Úgyhogy írtam gyorsan egy levelet, visszajött a válasz, természetesen az is ilyen bőbeszédű volt, szia, töröltük. Hát, szevasz, kösz. Na mindegy, az a lényeg, hogy lent van, vagy le lett onnan szedve, meg még pár kisebb oldalról is, hát illetve kisebb, hát én nem tudom, hogy milyen oldalak, mert nem nem ismerem én ezeket annyira. Na, uh... Nem lehet megállítani a, a, a torrentezés sajnos. Én egyébként ilyen szempontból optimista vagyok, de beszéljetek már ti is basszátok meg. Hogy hogy én úgy gondolom, hogy ezek, akik onnan letöltik, úgy, hogy ráadásul nem is magyar feliratos, nincs ö, semmi olyan kategória, csak azért töltik le esetleg, hogy valami arányt javítsanak, vagy, vagy letöltik, nincs felirat törlöm, de mégse veszi jól ki magát a dolog. Hát ő... Hát ő... Hát, én hát egy kicsit. Ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy... Uh, és ti hogy szoktatok filmet nézni? Kire gondolsz? Most nekünk hát ezt rátok a Rátok így konkrétan. Ja, én meg tudom neked válaszolni, mondhatom? Igen. Kedves Fifika, Netflixen szoktam, HBO-gon szoktam, illetve ha olyan sorozat van, és kiemelném nagyon-nagyon vastag betűk, a sorozat, akkor azt letöltöm, de, de, azt úgy gondolom, hogy ami kereskedelmi sugárzásban, tehát tévében lement mondjuk az Egyesült Államokban, azért azt nem tudjuk egy lapon emlegetni mondjuk egy mozipremieres filmmel. Véleményem szerint. Tehát igen, nem kell annyira álszentnek lenni, hogy én bazd meg nem torrentezek, és így, de például én már vagyok annyira öreg, hogy ha nekem kell valami a számítógéphez szoftver, akkor már csak azért is, hogy ne mindenféle adathalász szar ö, kártékony kód legyen a gépemen. Én ezeket kiszoktam fizetni bármilyen fura is. Én is használtam ugyanúgy a, a, az audioszerkesztőnek a, a megboldogult fiatalkoromban a nem publikus verzióját, amit letöltöttem, de mióta a podcast megy, ugye itt van Audition, hát most mit mondjak erre? Fizetjük, fizetjük, havi 10.000 forint. De hát, na, szóval én így állok hozzá a torrenthez. Szoftvereket azokat megvásárolom telefonhoz és számítógéphez is. Ez egy ilyen játék részemről. Krisztián. Én nagyon csöndbe vagyok. Én nekem egy kicsit ambivalens érzéseim voltak ezzel kapcsolatban, mert ugye a sorozatok kapcsán én sem tudok nagyon más csinálni, mert egyrészt egy év minimum, mire eljut az országba idehozzánk, az a szerencsétlen sorozat, hogy tévébe megnézze az ember, tévén pedig nincsen. Várjál, Másrészt szinkronosan a... egy Big Bang mondjuk. Sz szinkronosan, amit nem vagyok hajlandó, tehát igazából nincs választásom. Ezekben a, a, a kérdésekben. De például a másik ilyen szoftver típusú dolog, a, a játékok, azokat nagyon-nagyon régóta megveszem az összeset. Hát, illetve milyen Én jó, is. hogy ott van a Steam mondjuk. Ilyenekben. Igen, 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 igen. Abszolút a Steam ebből a szempontból jó. De azért nekem is voltak ilyen ambivalens érzéseim, tehát teljesen nem tiszta a a torrent kérdésben ez ügyben. Viszont pont tegnap este gondolkoztam ezen, hogy azért óriási különbség van a között, amikor milliómos emberek összedobnak egy pénzt egy amúgy is milliómos stúdiónak, és, és egy ilyen blockbustert leforgatnak, és, és ihaj csuhaj, és trallala a között. Bocsánat, hogy... bocsánat, szabad ne feled. És Igen? tett hozzá azt is, hogy és akik azért forgatják a filmet, hogy a mozi bevételekből Megsokszorozzák. Meg a... a pénzüket. Ja. Tehát, hogy azért forgatok filmet, meg a, a James Bondnak a 27. részét, meg a most már mindenből trilógia, meg kvadrológiát, hogy még egy bört lehúzzak az adott témából, meg Marvel Univerzumból, meg DC-ből, meg az anyám kínyából, és már minden főhősnek van külön filmje gyakorlatilag. Hát az kvázi egy üzleti befektetés. Ennyi. Igen. Ja. Ez ja, pedig, ja. és akkor bocsánat, hogy közbevágtam. Ez pedig egészen másképp történt, ugye Eronik, abszolút a saját költségükön, mindenféle befektető és pénzügyi támogatás nélkül éveken keresztül készítették ezt a filmet, utazták körbe a világot, stb. stb. Úgyhogy én nyilván nem látok bele a, a, a könyvelésükbe, meg ilyesmi, de én én nagyon arra tippelnék, hogy hogy még a null is irgalmatlanul messze állnak. És, és hát ez nem egy blockbuster film, a másik fele meg, hogy, hogy meg lehet nézni, hogy, hogy mi mindent próbáltak megtenni ők a, a, az elcigaretta ügyének az elő, előre mozdításáért, úgy, hogy alapvetően ők nem is elcigisek. Úgyhogy ha bármelyik elektromos használónak szerintem fölmerül a fejében a gondolat, hogy lekalózkodja, vagy, vagy kicsengese azt a brutális 3000 forint körüli összeget érte, akkor, akkor egyértelmű, hogy ha, ha valaki, akkor ők megérdemlik, hogy basszus tiszteljük meg őket ennyire, hogy ne lopjuk el azt a szerencsétlen filmet, amit vérelverítékkel éveken keresztül csináltak azért, hogy kvázi nekünk jobb legyen. Úgyhogy így, én ezt gondolom. Miért te, Fifika? Uh, ezen, ezen, gondolkoztam... Uh, ezen gondolkoztam. Egész úton hazafelé. Nem, 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 nem. nem tehát, <laughs> hogy, hogy, én, hogy én hogy kezdtem számítástechnikát, érted? Tehát uh, Na jó, hát nem menjünk, ne menjünk vissza a noiva Oké, Nem el, kell mert... az őskorig, csak, csak hogy mi annak idején itt a, a Vasfüggöny mögött, ugye úgy kezdtünk számítástechnikát, hogy hogy én azt se tudom, hogy ki honnan, hol tudta ezeket a, a programokat leszedni, lemásolni, elküldeni, és kvázi fizettünk érte, ugye mert. A másolásé fizetni kellett, érted, de, Na jó, de, de bele hogy... se te belegondoltál, mikor mondjuk én akkor gyerek voltam, meg Krisztián, és fiatalok voltunk, hogy mikor beindult ez a Commodore, Láz, meg mit tudom is, én is oda, hogy az olyan, átmegyünk a haverokhoz, és lemásoljuk a szalagot, vagy a flopot. Igen, igen. Tehát igen, hogy be, igen. Se gondoltam, hogy, hogy, hogy az pénzbe kerülhet valakinek, vagy valahogyan, pedig biztos pénzbe került, de szóval, meg egy csomó indi játék is volt benne természetesen, de hogy hogy akkor ez olyan, tehát akkor az volt a fura, az lett volna a fura, hogy mit tudom is én, tehát olyan volt, hogy eredeti kazettán megveszed, nem, mert ezek ilyen, nem tudom, hogy készültek, tehát annyira nem volt. De volt, volt, Charlie, volt eredeti kazetta, tehát... Befosok. Isten, tehát Megveszem. innen, innen, nem innen ne menjek el, én amikor megvettem a a Commodore Plus 4 akkor vettem hozzá... volt Rédnél? Vettem, hát nem, bizományi áruház vállalat, a BÁV. Én akkor vettem hozzá valami helikopteres lövöldözős játékot aranyárba, tehát ilyen, nem tudom, 14.500 volt a gép, és itt, amely majd 1000 forint volt egy kazetta, amin volt érted egy 10 percnyi szallag. Tehát Jaj, de csak... tudom, az meg tényleg, azok a nagyon rövid szalagok, akkor azok voltak azok. <síns> Beraktad a bulin, és még táncolni se lehetett. Nem, nem, gyanús tán... volt, gyanús volt. Egy, egy jó, egy hosszabb kis lemez nem fért volna rá egyébként valóban. De hogy utána ugye elkezdődött ez a másolás, meg izés, meg és ez egyébként én azt gondolom, legalábbis, hogy elveszi ennek a, a dolognak az, az élét. Mert én erre emlékszem, hogy plusz négyen kezdtem el programozni Basicbe, be és én azt élveztem, hogy ott ö, találok ki dolgokat, meg, meg azt csinálja a gép, amit mond, Tehát az, az a, tudod, ez az abszolút kezdő ö, sztori, és utána váltottam C64-re, mert azon sokkal jobb, meg több játék van, és hetente jött ilyen száz, de nem hazudok, tehát ilyen száz darab lemez, és tudod, beraktad, megnézted, 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 meg, jött a következő, és már nem érdekelt, érted? csak nézegetted a játékokat, de igazán nem fogott meg semmi. De az a helikopteres, lövöldözős játék, amit ér pénzt adtál, azt végig kellett, hogy játszad. Na, már megint inkviné vagyunk. Igen, igen. Igen, 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 igen. Tehát ha, ha szar is, érted, olyan kurva drága volt, hogy nem dobott ki a picsába. Tehát nem tudom, tehát ez, ez ja, és ezt újra már felnőtt fejjel, és most biztos, hogy mindenki röhögni fog rajtam, de nekem van egy ilyen fixa ideám, hogy, hogy engem ne a grafika varázsoljon el, hanem maga a játék mint, mint rendszer, érted? És ebből a szempontból én egyébként a mai napig a, a Nintendo tartom egy olyan platformnak, ahol, ahol megvannak azok a klasszikus játékok, amik önmagukért jók, és nem azért, mert milyen kibaltázott hiper-szuper grafikái vannak. És nekem volt Nintendo 3D, amire viszont keményen kifizettem a 8-9-10 forintokat, mert bizony egy, egy Mario World, vagy egy Mario Kart, vagy egy. egy mit tudom én? Zelda. Meg, a, vagy egy Zelda például, az, az, az egy olyan, és ott ne, azt nem lehetett másolni. Tehát Igen. ott esélyed nem volt arra, hogy feketén szerezzél meg bármit az bizony keményen kicsengetted, és az keményen végig is játszottam, és ezt rettentően élveztem. És akkor így eldöntöttem magam, hogy bakker két-három havonta annyit megengedhetek magamnak, hogy vegyek egy 8-9-10 ezer forintos játékot, az, azzal el is voltam ez idő alatt, és utána meg két hét, hogy azt, azzal szórakoztam, hogy na, mi legyen a következő, utána jártam, megnéztem videót, ezt aztán az tetszeni fog, nem? És megvettem. És amikor eladtam a, a gépet, akkor nekem volt hozzá tíz-egy-néhány gyári játékom, szóval ennek is meg, megvan azért a, a saját varázsa. A filmmel meg egyébként úgy vagyok, hogy az a film, ami engem érdekel, és nem csak, mit tudom én, tényleg ilyen időtöltésnek akarom megnézni, azért elmegyek és kicsengetem a moziba a pénzt, mert én ott szeretem nézni nagyvásznon, azzal hanga esetleg 3D-be, tehát az összes Star Wars, az összes Star Trek, az összes olyan sci-fi vagy fantasy, ami, ami érdekel, azt mindig moziban nézem meg. dicséretes. Ennyi. Ja, és PC-re már tíz éve nem vettem egy kurva játékot, de le se töltöttem. Tehát. Most meg úgy vagy a megkel, hogy múltkor mondtad, hogy kéne a Pages Numbers Keynote euh, GarageBand euh, és a társaik, hát Fifika, sajnos ahhoz a géphez még nem járt, de mivel te nagyon akartad, elintéztem, és Tegnap óta megvehető ingyen letölthető az App Store-ból. Úgyhogy ennyi kell. Köszön, szoknál, köszönjük ott. szépen, Charlie. Tehát... Csak nagyon kell akarni. Ennyi. Igen, igen, igen. Na, gyerekek, valamit kihagytunk. A, a ki? izét hagytuk ki. Ami na, most te is állsz a kurzorra. Nem Igen. hagytuk ki, hanem mint a gombócot a levesbe a végére hagyták. Igen, never ending story. Senki nem akarja elkezdeni. Ki mondja? Neked mélyebb a hangot, te mondjad. Jó. Ö, ismét fölbukkant a köztudatban a Szemmelweis Egyetemen folyó kutatásom, ami most már a jó számlom második éve, ketyeg talán, és továbbra is várnak kérdőív kitöltő emberkéket. Én nem emlékszem rá, hogy nekem korábban, amikor ez elindult, akkor elém került volna, vagy hogy ilyen nincsenek ilyen emlékeim. Mindig valahogy egy kicsit fa faragnak a kérdéseken, aztán megint fölteszik újra. Hát Na most egész konkrétan én meg. most harmadszóra töltöm ki, tehát de már, 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 már egészen pofások a kérdések egyébként és lehet menni klinikai vizsgálatokra, és ilyesmi, ha valaki nem volt, vagy nem emlékszik rá, hogy kitöltötte volna, akkor megteheti. Hadd gyűljenek a számok. Jó, berakjuk a shownotesba -be a linket. Egyébként a linkekről jut eszembe, és ezzel lezárjuk a mai blokkot, amit adásnak szoktak hívni, hogy annyit eszközöltem egyébként a JTR csoportban is, meg a párásító csoportban is, hogy vannak fönt rögzített bejegyzések és természetesen ez a tipikus köszönöm, hogy itt lehetek, illetve beraktam oda fontosabb linkeket, ezt máshol is láttam, és tényleg jó ötlet, hogyha van egy olyan poszt, ami csak egy sima poszt, vagy mit tudom is, én a párásítóba betettem a rögzített posztba linknek a, a Blackinek a az oldalát, a teblogodat, a podcastnak a linkjét, meg egy-két külső hivatkozás, illetve olyan fontosabb posztokat jó lenne oda rakosgatnunk, mint ami mondjuk a Pro hardware en van, tudod, ez a rögzített felső bejegyzés, hogy ott tele van fosva linkekkel, és aki jön, uh -huh. akkor az, az láthatná, hogy volt ezelőtt öt évvel, vagy hát ez hosszú, volt ezelőtt fél évvel egy bejegyzés, ami már kurvára elsüllyedt volna, de fontos dolog van benne, és mondjuk így csináltam meg az olvasói kérdéseket is, és akkor mindig abba tudnak kérdezni, nem kell hetente újra föltenni a kérdést, egyből megtalálja a linket, akkor is, hogyha elfelejtenénk, és abból tudunk csemegézni. Úgy, mint Na, például... Igen. Úgy, mint például most. Van egy pár kérdésünk, úgyhogy hárman vagyunk, három kérdés. Mehetünk? Végre hallgatói kérdések. Hadd jöjjön. Oké, okay. azt hozzátettem, hogy radírpók van, és, és nem ilyeneket, hogy miért 47-es a a pinyónak a lába, szóval komoly kérdéseket várunk, amiket föl tudunk tenni egymásnak, és megválaszolni viszonylag normálisan. Az első ilyen, akkor ez az ez a olvasói kérdések S04E01. Dovigyel Bálint kérdezi, és ezt egyre többen kérdezik, lehet, hogy azért hogy kezdik fölfogni, hogy, hogy itt nem babra megy a játék, úgy hangzik a kérdés, hogy jövőkép, gondolok itt arra, ti milyen helyzetre számítotok 3-6 év múlva. Más országok, ahol maradt a webes értékesítés, hogyan küszöbölik ki, hogy kiskorúak ne juthassanak eszközhöz? Bocsha volt már. Ö, valami hasonló de. volt, de ismétlés a tudás édesanyja. Le is csapnék rá. Oké. Okay. Én, mint örök optimista, eltántoríthatatlan optimista, úgy gondolom, hogy ha, ha nem is három, de hat év múlva már normalizálódni fog a helyzet, és, és valahogy megoldódik, hogy normális szabályozások legyenek. Továbbra is elképesztő mennyiségben jönnek a, a jobbnál jobb és érdekes, érdekesebb kutatási eredmények, amiket már, már nem lehet egész egyszerűen visszadugni a szellemet a palacba. Ráadásul ezt már egy vagy két adással ezelőtt is mondtam, hogy Új-Zéland és Ausztrália környékén ott nagyon mozgolódik valami, és ez az új FDA igazgatós holmi szintén elég érdekes lehetőségeket ad szimpatikus jövőképek tekintetében. Úgyhogy én abszolút pozitívan szemlélem, hogy három-hat év múlva mi lesz az elektromos cigarettázással. És akkor gyorsan válaszolnék arra is, hogy más országok hogyan küszöbölik ki. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, és többféle megoldás is van. Ha jól tudom, az angolok úgy csinálják, hogy az igazol valamilyen életkort igazoló bocsánat, képet. Bocsánat, nem, igen? bocsánat. Osztrákok vagy és a németek, németek azt hiszem. De az osztrákok, az osztrákok biztos, illetve a németek biztos, valamelyik a kettő közül. Regisztrációnál a webshopba föl kell töltened az életkorodat igazoló hivatalos iratnak a, a szkennelését, vagy fotóját, vagy ilyesmi, és akkor ha az ott, ott nem felelsz meg, akkor szevasz. Ez egy ilyen viszonylag egyszerű dolog, de állj ami meg, egyébként nálunk... Állj meg, kiavítanál, össze vannak kötve, illetve van valami olyan hozzáférésük, amivel nem az egész társadalombiztosítási adatbázis... Csak ö, azt az adatot látják, vagy azt tudják Jó, lekérdezni, le is tudják hogy, hogy ő valid-e az életkor tekintetében. És ezt megoldották, hogy hogy tényleg csak az, hogy 18 év fölötti, és beszkennelt az igazolványát, működik. Ez olyan 21. századi dolog. Igen, bocsánat. Ezt lehet ennyire nagyon bonyolultan is csinálni, de egyébként Magyarországon is tökéletesen jó, meg lehetne oldani a dolgot, ugyanis a legtöbb csomagküldő szolgáltatónak van nevetségesen alacsony extra díjért, olyan szolgáltatása, hogy csak kézbe, és csak 18 éven felülieknek. És ennyi lenne a megoldás egyébként. Arra semmiféle bonyolult regisztráció nem kell. Hát Krisztián, Kicsit a 18 lenne a éven felüliekkel én nem vagyok biztos. Tehát én még olyat nem láttam beixelhetőset. Olyat igen, hogy saját kézbe. De... Ö, meg nem mondom neked, a múltkor beszélgettem az egyik boltossal, és nem itt eszembe a, a neve a cégnek, de, de van ilyen, tehát létezik ilyen szolgáltatás a piacon. Uh -huh. Amit meg, hát csak 18. az, bocsánat, amit meg mondtál az előbb, hogy mert bonyolult, szerintem nem bonyolult egyébként, mert egy dolgot kérdezhet le, és nem kell minden vásárlásnál, az elején igen, kicsit ö, problémásabb, hogy le kell kérdezni, mint ahogy én is lekérdezem minden EU-s vásárlónál, hogy jogosult-e a ÁFA visszaigénylésre. De érted, ez Magyarországon vagyunk ott nincs realitása annak, hogy a közigazgatás egy jól működő belátható időn belül kivitelezett használható rendszer csináljon-intszéztető. Ezzel is azért vitába szállnék, azért, mert akkor mondom, hogy szerintem a németeknél osztrákoknál ez úgy megy, hogy igen, megrendeled, ő lekérdezi, és a neved mellett van egy kis tikler, amit bekattint. A következő vásárlásodnál már nem kell, hogy ellenőrizze illetve a magyaroknál is tud ez jól működni, például, ha csak belegondolsz abba, hogy nem is régóta, de le tudod kérdezni egy alkalmazásban, baz meg, érted? Le tudod kérdezni a gépjárművednek, vagy amit meg akarsz venni a futás teljesítményét, a magyarország.hu-n kell regisztrálnod, és ilyen pár száz forintért le tudod kérdezni két autóra egyeljárási díjjal, hogy hol áll a kilométer órája, sőt, én kis grafikont is megjelenít, tehát láthatod, hogy hogy csaltak-e, illetve hogy hát fura, hogy egyik évben futott az autó 60 ezeret, a másikban meg 300-at, és akkor ott már élhetsz a gyanúperrel, tehát ezt meg tudták egyes esetekben valósítani, implementálni tudták a dolgot, szerintem itt se lenne sokkal bonyolultabb a dolog. Van még egy <coughs> lehetőség, illetve Magyarországon szerintem az egyik legjobb lehetőség ugye az lenne, hogy csak az uh, tudjon olyan uh, helyen vásárolni, ahol 18 év felettiek vásárolnak, akinek van <coughs> ügyfélkapus regisztrációja. De uh, most azt nem tudom, hogy a németektől hallottam ezt a sztorit, hogy uh, vagy egyszer küldenek neked úgy csomagot, tehát az első csomagodat, hogy a futár ellenőrzi a, az átvevő személy személyazonosságát. És hogyha rendben van, akkor azt, a, azt visszaigazolja a soknak. És onnantól kezdve oké okay minden. Uh -huh. Tehát kiviszi a futár a csomagot, azt mondja, hogy napot kívánok, ez most egy ilyen csomag, nyilván van ennek egy plusz díja egyszer és elkéri a személyigazolványodat, és ellenőrzi, hogy te vagy az, stimmelnek-e az adatok, és hogy elmúltál-e 18. És ha ez megvan, akkor ő visszajelenti, hogy oké, okay, minden. Nyilván odaadja a csomagodat is, és kész. Tehát szerintem ezek ilyen, ilyen abszolút egyszerű dolgok, csak túl misztifikálja mindenki ezt, hogy... Nyilván egyszerűbb megtiltani a távkereskedelmet. Mint Sokkal egyszerűbb mi megoldást gondol. keresni. Sokkal egyszerűbb. Na jó, következő kérdés, Bárány Miklós. Milyen lehetőségeink maradnak május 20 után, hogy valaha is változás következzen? Hány évig látszik konzerváltnak a jelenlegi helyzet május 20 után? Itt most nem a kereskedelmi részre gondolnék leginkább, hanem úgy összességében korlátozások, tilalmak, esetleg engedmények. Hát egy részét most megválaszoltuk az előbb, Euh, leginkább azt a részét, hogy, hogy mikor látják az alagút végét. Én talán még egy picit előrébb is euh, datálnám, hogyha esetleg jövőre úgy alakul minden, ahogy kéne. Én úgy gondolom, hogy akkor sok mindenki nem fog tudni már segget csinálni a szájából, hogy idáig azt mondta, hogy már pedig nektek van igazatok, és utána meg mást mondana. De ez az én véleményem. Ja. A lehetőségek meg. Euh, a lehetőségekhez mindenkinek volt szerintem most jó sok ideje hozzászokni, és érdekes, hogy mégis most kezd el mindenki gondolkozni egy hónappal előtte. Hát. É, igen, én azt tudnám erre még fűzni, hogy amit tavaly ilyenkor, hogy spájzoljatok, 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 mert most tényleg megint egy baromi nagy pofont fog elszenvedni a, a közösség május 20-án, Úgyhogy gyakorlatilag nem tudni, hogy mi marad, és a, 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 ami nem marad, az átmenetileg vagy örökre tűnik el. Úgyhogy aki még szívének kedves eszközt ki akar próbálni, az a következő egy hónapban tegye meg, és, és pázoljon, és pázoljon. A, a másik felemek, hogy változások ilyesmi az idei év szerintem érdekes lesz ebből a szempontból, már csak azért is, mert egy marék ügy van az alkotmánybíróság előtt. És most már lassan naponta nézegetem az alkotmánybíróság honlapját, hogy hát, ha kiírják, hogy mikor fognak velünk foglalkozni, de úgy nézem, hogy eléggé el vannak havazva ott arra felé, tehát ebből a kalapból kipottyanhatnak érdekes dolgok. A másik, meg ugye még a kormányzati ígéret volt tavaly decemberben, hogy akkor nyitottak a liberalizációra, ha és amennyiben a, 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 a tudomány támogatja, már pedig a tudomány évek óta semmi egyebet nem csinál, hanem támogatja, hogy az elektromos cigarettázás igenis ö, ö, üdvöz, ö, üdvözlendő dolog. Csak persze itt most megint ez a, a politikus ö, lét a, a, kormány részéről, hogy egyrészt ö, most belenyúltak a tutiba ez a CEUS dologgal, úgyhogy könnyen meg lehet, hogy takaréklángra kerültünk ebben a kérdésben, mert vannak égető problémáik, ö, amit nem ilyen, hogy hívják, ö, nem jut a szembe a megfelelő szó. Tehát nem mentségként szeretném nekik fölhozni, mert távol álljon tőlem, hogy bármivel is mentegetni szerest, szeretném a, a jelenlegi kormányunkat. Pusztán objektív megfigyelés, hogy valószínűleg más felé figyelnek mostanság. Másrésztről meg, meg itt van a, a jövő év, a megint, megint, ott, amit te is említettél, Csárli, hogy ott lebeg Damoklész kardja fölött, úgyhogy valószínűleg na, na, nagy tojnak ránk mostanság éppen, és tök mással vannak elfoglalva, ez az én meglátásom. De hát meglátjuk, az idei év szerintem érdekes lesz. Mennék a következő kérdése, mert nagyon, nagyon... Fifika nem, nem reagált. És neked meg már uh. mert későn jöttem. Na, szóval két, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az nagyon szar lesz, tehát olyanra még nem volt példa a dohányiparban, hogy egy meghozott, és ugye tudjuk, hogy az elektromos cigarettát összemossák a, a dohányiparra. Tehát olyan még nem volt, hogy hogy könnyítsenek, bár hazudok, mert uh, például a szivar jövedéki az pont egy ilyen volt, amit lefelé tornáztak uh, a, a múltban. Uh, nyilvánvaló, hogy én, én, az, én hosszú távon azt látom, hogy, hogy nem tartható fönn az a, az a hazugság áradat, amit uh, itt most uh, elektromos cigaretta ügyben folyamatosan portol a, a hatalom felénk. Tehát előbb-utóbb valamilyen enyhülés várható. Ez ugye lehet politikai befolyás, vagy esetleg kormányváltás miatti ö, ö, sztori, de az látszik az egész ö, elcigerett a kommunikáción, hogy gyakorlatilag kezdik már érezni, hogy tarthatatlanok azok a, a kőbevésett marhaságok, amikkel eddig támadtak minket. Ugye ez a, a, az egyik dolog. A másik, hogy minél több fogyasztó lesz, illetve minél kevesebb dohányos, annál inkább tudunk nyomást gyakorolni a európai szinten és a törvényhozásra, hogy a számunkra kedvező, döntések szülessenek, és ugye minél tovább használjuk ezt az eszközt, most már azért ennek lesz egy elég hosszú kifotási ideje, hogy ne mondhassák azt, hogy nem tudunk róla semmit, mert valahol tudni fognak róla elég sok mindent, és minél többet tudnak, annál inkább a mi javunkra fog ez a mérleg billenni. Úgyhogy én nekem egyfajta óvatos, lassú optimizmussal tekintek a, a jövőbe. Ennyi. Na, akkor én meg beolvasom, mert megkeresett minket Bálint Gyuri bácsi is, helyett Horváth Szabolcs a következő kert ápolási kérdéssel. Nemrégiben ültettem epret, áfonya és málnabokrot, és az jutott eszembe, hogy esetleg permetezném őket nikotinos permettel, de nem szeretnék cigit lefőzni hozzá. A kérdésem, hogy az alaplé használható-e ilyen célra, illetve milyen töménységű folyadékra lenne szükség hozzá? Fifika. Fú, azért, azért nehéz egyébként a, a kérdést megválaszolni, mert a szakirodalomban, és ezt ilyen nagyon macska körömmel mondom, nem maradt fönt az, hogy a, a nikotin tartalmú permetező szerek konkrétan milligram per milliliter tartalomra mit tudtak, és mindenki, aki ilyen házi szerként használta a nikotin levét, az cigaretta csíkből állított elő, vagy, vagy cigarettából. Úgyhogy egyébként hatékony, tehát ez a mindent vívő kategória amúgy a, a nikotin. Nem, nem tudom, hogy mennyire akartok belemélyedni a, a sztoriba, de ugye a nikotin az a, a növényvédő szer kategóriák között, az a nitrometilén, csoportba tartozik, ami felszívódó szer, és viszi a hasznos, meg a nem hasznos rovarokat, úgyhogy ha valaki ilyennel permet, ez akkor abszolút be kell tartania azt, hogy napfelkelte után max. egy órával, illetve naplemente előtt egy órával kell kezdeni. Tehát, na, rosszul mondtam, tehát napfelkelte Uh, után egy óráig be kell fejezni, és naplemente előtt egy órával lehet kezdeni a permetezést, pontosan azért, hogy a méheket kímeljük. Nem igazán ajánlatos használni paradicsomban, illetve uh, burgonya, bocsánat, székelysebb pityóka kultúrában, <kül> illetve ha ebben használja valaki, akkor ki kell várni a, a standard élelmiszeripari várakozási időt, az 14 nap. És nagyjából ö, egy ö, olyan ö, permetlé készítéséhez azt szokták ajánlani, hogy mit tudom is én, literpel száll. Tehát, hogyha egy 20 literes permetezőt akarsz, megtölteni ilyen lével, akkor 20 szállt, cigarettát kell kiáztatni maximum 60 fokos vízben. Ugye, hogyha 60 foknál magasabb a hőmérséklet, azt tudni kell, hogy a nikotin a hőmérséklettel együtt nagyon könnyen párolog, és hogyha fölé hajolgatsz, akkor a nyálkahártyád, a szemed, a, a bőrödön keresztül is föl tud szívódni. Tehát 60 fokos vízbe kiáztatni, egy éjszakán keresztül leszűrni, és akkor utána lehet vele permetezni. De mindez mellett azért ez egy óvatos játék. Ha nekem milligramba kéne megtippelni egy... Tehát az azért, na, lássuk be, tehát ki, az a, ki az a hülye, aki az egyébként iszonyatosan nehezen beszerezhető nikotinját olyan célra használja, hogy permetezni akar vele. Hát szerintem azt a vaper közösség hazáig rúgdosná. <tosz> Vagy nem, nem, nem tudom. Tehát én ezt egy picit a luxus szintjének tartom, de hogyha így, így tippelnem kéne a, a permet töménységét, akkor ilyen egy milligrammal alá tippelném mindenféleképpen. Tehát mindenféleképpen ilyen DL-re tervezett kev töménységet kell keverni. Igen, 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 igen. Régen egyébként az érdekes, hogy a tömény, tehát még én is, amikor tanultam a növényvédelmi részt, akkor akkor ez ilyen legenda volt nálunk, hogy a csöpögő kaptak nikotin mérgezést. És egyszer valakivel beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát ez egy ilyen, ilyen legenda, tehát hogy, hogy ahhoz tényleg nagyon el kellett táztatni, nagy felületen, és mondjuk, mit tudom én, tíz órán keresztül permetezni, hogy, hogy annyi nikotin fősz, ugye két óra a felezési idő, tehát érted, hogy, hogy annyi nikotin föl tudjon szívódni, meg, meg túl kellett adagolni, meg szóval egy csomó dolognak az be kellett következni, hogy ez így legyen. <kül> és most, ahogy újra szétnéztem a neten a nikotinnal kapcsolatban, nagyon sok biokertész ajánlatja a nikotin lét, mint egy ilyen nagyon jó és széles hatásspektrumú szert tehát inkább a kiáztatás, mint hogy, mint hogy ez egyébként aranyárú tömény nikotint a permetezőbe öntse bárki. Végére értünk az olvasói kérdéseknek, úgyhogy két dolgot tudok elmondani. Az egyik az az, hogy meg fogjuk fixálni a feliratot, fasza lesz, és Természetesen addig is nyugodtan meg lehet kattintani a megvásárolom gombot, tehát ez, ez utólag is fog frissülni, hiszen online nyugodtan, aki nem tudott eljönni, az vegye meg, mi is úgy fogjuk ö, tenni ettől függetlenül, én legalábbis biztos. Úgyhogy vegyétek, vegyétek, vegyétek. Most már nem lehet mondani, hogy ö, ez csak Budapesten a kiváltságos bárki meg tudja nézni, ez az egyik a másik, hogy ö, jövő héten találkozunk, ugyanígy várjuk majd az olvasói kérdéseket abba a posztba, ami, amit el kell olvasni a rögzítettet, és abba benne van, úgyhogy ezek is pofa kérdések voltak, ilyeneket, és még hasonlókat, sokat, aztán ö, jövő héten valamikor ö, jelentkezem, és közben ezt már adáson kívül fogom nektek mondani, hogy írt és mit úgyhogy ennyi lett volna a hétre féltem, hogy sietni kell is egy óra, hát most másfél órát ül asszony, mindegy megyek érte. Legalább jó az idő <gül> <gül> legalább nem havazik már, hogy még igen <laughs> nem tudom na, úgyhogy jó van fiúk, rohannyom mindenki a szérózsa minden irányába, jövő héten ugyanitt, sziasztok! Egy élmény volt ismét, sziasztok! Köszi, sziasztok!